Jó estét kívánok! Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek ebben a szép tavaszias időben. A Laffert kúriában tovább folytatódott a Reflektorfényben című sorozat, melyben Borzás Tibor újságíró, Huszti Péter Kossuth Díjas színművésszel, a Nemzet színészével beszélgetett. Beszélgetésünk következő estjét fogjuk most megtartani. Huszti Péter Kossuth Díjas színművésszel, a Nemzet művészével. Ő hadd mutassam be csak úgy, hogy ő a srác a kakasülőről. Ezzel a címmel írta a könyvét, és... Vannak olyan helyzetek, amikor ülünk hátul a színpadon, és várakozunk a bemenetelre, akkor ugye én bekerültem egy fantasztikus társulatba, és együtt ücsörögtem hátul a színpad mélyén, amit a közönség nem lát, a rendező nem lát, az igazgató nem lát, csak mi látjuk egymást, és ott ücsörögtem Pécsi Sándorral, Kismanyival, Tolnai Klárival, Mensárossal, Besenyeivel, aztán később a későbbi pályatársakkal, amikor mi fiatal társulat be robbantunk a Madách Színházban, velem együtt Piros Ildikó, Almás Éva, Tímár Béla, Kalocsai Miklós. Sokféle színészkönyvet ismerünk, hát nem kell mondani, hogy van, ami esetleg nem három évig készül, vagy valaki egy interjúkötetet állít össze, de ez biztos, hogy a színész írta. Tehát, és ez a fajta gondosság, ez a fajta elmélyülés, a fájlok nyitogatása érezhető. Akkor én ezt éreztem ebben a könyvben, amiért nem lehet letenni. De hát olyan hatalmas pálya áll az ön háta mögött, hogy nagyon nehéz lehet minden olyan fontos percet visszaidézni. Mikor a diplomát átvettük, eszembe se jutott, hogy ez tulajdonképpen hogy fog történni, hogy miket fogok játszani, hogy fogok játszani. De a Várkonyi egy röviden, egy mesterség óra, ezt azért szeretem mondom, mert aztán 40 éven a Színház és Filmészeti Egyetemet vezettem, meg tanszékvezetője vagyok, meg rektora voltam, meg nem tudom mi, szóval egy mesterség óra, vagy beszéd óra, ezeket így hívják, színészi játék, ez a mesterség. Ezek délután 3-tól 6-ig vannak, mert hiszen a tanáraink délelőtt próbáltak, este szintén játszottak. Egy óra 3-tól, egy foglalkozás 3-tól 6-ig van, a mesterség az a legfontosabb, az hetente 3-szor, beszéd 2-szer. Nagyszerű tanáraink voltak, Várkonyi Ádám Ottó, Vámos László, Békés András, tehát szenzációs tanári kara volt a mi osztályunknak. A Várkonyi híres volt arról, hogy állandóan átviharzott mindenen. Ha találkozóra hívott, akkor beviharzott, kiviharzott. Ha órára jött, ő 3-ra az életében nem jött szerintem, hanem inkább 4-re jött, és 4:30-kor nagyon gyakran elment. Úgy képzeljük el, hogy olyan sok feladat volt, olyan nagy szerep, hogy tényleg nem is gondolt mással foglalkozni. Tehát most kivéve azt, hogy haza nem vitte a színházat soha, ön sem, meg a Piros Ildikó se, a felesége, de teljesen kitöltötte az életét, tehát nem volt idő arra, hogy hú, de nagy sztár vagyok, pedig az volt, mert a tévétől kezdve a mozifilmeken mindenhol hihetetlen népszerűségnek örvendett, de ezzel nem volt idő foglalkozni, nem, ugye? Nem, hála Istennek, nem. És még egy óriási szerencse volt, ugye, hogy főleg miután már egy család lettünk, érdekes módon a gyerekek, ugye 3 fiút neveltünk, a gyerekek azok sokkal okosabbak. Tehát ők ezt nem engedték meg, hogy egyrészt, hogy nekik egy színésznő anyukájuk és egy színész apukájuk legyen, az anyuka az anyuka, az a mama, és az jön haza, és a mama az enyém, mondja a gyerek, és akkor elárasztottak ezekkel a problémákkal. Ez fantasztikus segítség volt, hogy egyszer csak, és ugyanakkor rengeteget dolgoztunk. Hát szóval az éppen ott kint beszélgettünk itt a szobában, hogy ezt én nem is tudom, hány szerepről van szó, összesen 100, valami, mondjuk körülbelül. Több mint 100 szerep, ugye? 100 szerep. És ezek
ilyen vastag, ezek a Hamletek, meg a Lír királyok, meg, hogy tulajdonképpen őszintén mondom, abszolút hahihető, hanem én nem is tudom, hogy ez, és hogy fértek meg ezzel a filmek, meg a forgatások, meg aztán később a tanítás. És mégis közben nem egy elvarázsolt színész pár voltunk mi, hanem a családdal rengeteget voltunk együtt. Úgyhogy ez valami isteni adomány, hogy ez így sikerült az idő beosztása, de ebben nem foglalkoztam. Köszönjük szépen. A beszélgetés jó hangulattal és dedikálással végződött.